2021-ben egy országos rekorddal hívta fel magára a figyelmet a Nyírségi Tánc Együttes. Ekkor 722 verbunktánc videófelvétele gyűlt össze 30 nap alatt. A pandémiás évek után idén már valóságos helyszíneken, június 11-én egy nap alatt 10 000 néptáncos fog bemutatót tartani a Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál keretein belül Körmendtől Csíkszeredáig. Nyíregyháza először vesz részt a programsorozatban. Régóta tervezzük a Martin György Néptánc Szövetségben, én annak az alelnöke is vagyok egyúttal, és régóta tervezzük ezt a úgynevezett Csóri Sándor Népművészeti Fesztivált, hogy ország szerte, illetve Kárpát-medence szerte meg tudjuk valósítani. De többször közbeszólt ez az áldatlan vírusos helyzet és a veszélyhelyzet, és hát egyszerűen nem lehetett találni egy olyan időpontot, hogy ezt meg lehessen csinálni. És most jutottunk el odáig, hogy egyébként én azt javasoltam, hogy június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján csináljuk meg ezt a rendezvényt, hiszen mikor lett volna ennek jobb helye. Majdnem sikerült, de az erdélyek lebeszéltek bennünket, hiszen akkor volt a csíksomlyói búcsú, és hát ugye ez a két rendezvény azért nem fér meg, hiszen óriási tömegeket mozgat meg a búcsú is, ez is remélhetőleg. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere örömtelinek tartja, hogy az önkormányzat által támogatott két évente megrendezésre kerülő néptáncfesztivál mellett idén kormányzati forrásból is szervezhetnek egy népművészeti találkozót. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fesztivál nem csak a nyíregyháziak rendezvénye, hanem a megyei népművészek bemutatkozására is lehetőséget ad. Ez egy megyei rendezvény. Tehát itt a néptáncosok is megyeiek, itt az alkotók is megyeiek, és a népzenészek is megyeiek. Tehát ez megyei szintű rendezvény, amelynek Nyíregyháza ugyanúgy, ahogy a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak is örömmel ad helyet. A Népművészeti Fesztivál keretében alkalom nyílik a kézműves foglalkozások megismerésére, valamint kipróbálására is, mivel a Csóri Sándor program az elmúlt 5 évben mintegy 20 milliárd forinttal támogatta a Kárpát-medence hagyományőrző népművészeti életét. Elég sok mesterséggel jövünk. Egyesületünkben 6 szakkör van, azoknak annak a 6 szakkörnek, tehát ez a vercsipke készítés, a nemesz készítés, a szövés, akkor van a fafaragás, kosárfonás és a fazekasság. A Nagykállói Népművészeti Egyesületből ők szintén vercsipke készítő jön, akkor kállói hímzést fognak bemutatni, gyöngyfűzést és csuhé készítést. Úgyhogy, és azon kívül még nem csak a szakköröseink jönnek el, hanem olyan is, mint kovács mesterséget űző egyesületi tagunk, vagy mézes kalács készítő, tehát ezen kívül is, ugye, akik elég sok tagunk van, úgyhogy tehát azért többen is részt vesznek még a szakkörösökön kívül. Az ökumenikus istentisztelettel kezdődő szombati programsorozaton Nyíregyházán 17 táncegyüttes, 4 zenekar, valamint táncház és kézműves foglalkozás várja majd az érdeklődőket 11 órától a Szabadság téren.